A teltházas fórumon Újhelyi Nándor, a törökkanizsai községi képviselőtestület elnöke, dr. Molnár Viktor, tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási segédtitkár, és Fekete Helga, a Prosperitáti Alapítvány magyar kanizsai irodájának munkatársa ismertették a lehetőségeket. Ezeken az északbánáti vidékeken a lakosok leginkább mezőgazdasággal foglalkoznak. Ezek apró mezőgazdasági vállalkozások, illetve ugye gazdaságok, és szerintem nagyon fontos az, hogy ezek a magyarországi eszközök, ezek a pályázati lehetőségek egy löketet adnak majd az embereknek. Ezáltal talán az emberek ezen a vidéken is lélegzethez jutnak, és saját jövőjükbe befektetve a szülőföldön tudnak majd boldogulni, emelte ki Újhelyi Nándor. Majdányon nem a külföldre vándorlása jellemző, inkább az, hogy a fiatalok megpróbálnak a környező kisebb településeken munkát találni. Elsősorban a biogazdálkodást preferálják. Nekünk konkrétan eszközvásárlás az, ami most jelen pillanatban érdekel bennünket. Bővítenénk azt az eszközt, ami mondjuk van, de nem megfelelő nagyságú, tehát fejlődni szeretnénk. Két fiúgyermekünk van, akik legalább az egyik tovább vihetné a gazdaságot, és hát ez az első lépés ahhoz, hogy neki fölépítsük gyakorlatilag a jövőjét. Állattenyésztésből nagyon nehéz boldogulni, nem kifizetődő, nagyok a veszteségek. Inkább a termelés az, ami még jövedelmez, és a föld az, ami érték. Az én fiam is, meg a többi fiatal, hogy itt bírna maradni, nem kellene elmenni innet, mert hogyha a főde kikerül a kezünk alul, másoknak a kezibe jut bele, akkor lehet, hogy meg fognak változni más dolgok is. A helyzet az nem a legjobb a mezőgazdaságnál, a több az meg alakul, mindig az időjárástól függünk, a többi a szubvenciórendszer az gyönge. Amint az a majdányi lakossági fórumon elhangzott, az elkövetkező 3 évben még sok pályázati kiírásra kerül sor, hiszen a most megjelentetett első körben a rendelkezésre álló eszközöknek mindössze 2%-a kerül kiosztásra.